hosszú volt a passz. A passz után lehet, hogy Joákim utána kapott még Osztonyinak, de addigra már Ferencváros birtokolta a labdát. Itt végig. 18. perc. Bori lövi, méghozzá jól. Megyeri, ki sem pattant róla. Továbbra is remek teljesítmény nyújt Megyeri Balázs a Ferencváros kapujában. Egyházán. 39. perc. Ez sem tűnik rossznak. Mekkorát kellett védeni Megyerinek. Heti 100 szabadrúgással készül Gosztonyi az ilyen lehetőségekre. Ez azt jelenti, hogy heti két edzés végén maradott, és 50-50 lő még, remekül csapódott lefelé, ha nem Nagyon mély az a beadás, Megyeri. Neki is van egyébként konkurenciája mostantól, illetve néhány nappal ezelőttől, nem csak Holzer Ádám személyében, hanem a máltai válogatott kapusát, Justin Halbert is leigazolta a Ferenc. És rúgana a labdának, Lencse két ember között. Felgyorsítani nem tud, Megyeri pedig remekül lép ki a kapujából. Egyelőre Lencsének sem hagy sok. Megyeri lövi föl a légtérbe, felbirtokolja Mesnek ebben a szakaszában a labdát az MTK. Bori kanyarint még egyet, ketten is ott vannak, mekkora átvéd Megyeri! És aztán Gosztonyira sikerül Joákimnak rárugni a labdát, hogy még csak szöglet se legyen a dologból. Elképesztő reflexel a kapus. Bomba erős fejes érkezett a kapujára Pintértől. És az idén a Fradiban debütáló, hármajuk közül kettő biztosan, vagy Katona, Leandro, ebből a szempontból kicsit más karakterű játékos, de bízik benne, hogy Varga tovább hozza, nem is szerencsével Balog mellett. Aztán az indítás, Megyeri remekül együtt élve a játékkal, egyébként is eléggé tájékon. Talán ezért is a jobb oldal veszélyesebb a Fradiban. Megyeri. És megint Ferenci mellett kette. Kicsiben, olá. Ügyesen vissza Cvitkovicsnak, ez szép játék volt. Ott a lehetőség, Lackó. Megyeri pedig kivédi másodszor, és harmadszorra mellé megy. Koulibaly dobta be magát. Megyeri óriási volt. Itt van Lackó első lövése, ez kipattan. Az ismétlésnél ez a legnagyobb bravúr, és Koulibaly, ahogy becsúszik, már valahogy mellől nem tudja kapura lőni. Nézzük meg, mi ezt a kapu mögül is. Azért is nagy az első védés, mert Szakály abszolút takarja a kilátást, de csak érzésre dőlt oda. Megyeri hihetetlen, amiket véde. Is lehet lőni a labdát. Nézzük, Cvitkovics mit választ. Ezt! Megyeri üti ki Lackó, majd hagyom. ...57. perc, Olá Lóránt, Megyerivel szemben. Olá kihagyja! Pontosabban Megyeri védi lábbal. Újabb elképesztő bravúr. A Fradi fiatal csapat kettővel később. Az újabb szabadrúgás legurítja Cvitkovicsnak. Belsővel Megyeri. Ebben most nem volt kellő erő. És az előzőekhez még csak annyit, hiszen ezért kezdtem el ezt ecsetelni, hogy ugye összevetették ezt a két csapatot, két magyar BL résztvevő a pályán, ugyanis mit láthatjuk, ha ilyen szempontból még nem közelítettünk volna, hogy ugye mit csinált, mi lett a Fradival a BL után, és mi lehet a Debrecennel. Nézzük Lackót közben, ez Megyerié. Még úgy is, hogy Koulibaly Balog eltünteti, és még Balognak Koulibaly. Vinicius megy be már a 11-es pont magasságára, egyelőre Wolf hátrá be, Koulibaly pedig ballal, nem az erősebbik lábával adja be. Viszányuk. Szül az FTC-ből, de azt is mindenki tudja, hogy ha egyszer esetleg beindul a Ferencváros, akkor sokkal nehezebb lesz. Most Megyerinek kell.
Wedgbury, Lipcsei, Esmor középen, elől pedig Ferencit és Kulcsárt látom. Jelen pillanatban ez a Ferencváros felállása. Kérjétek el, kiabál Bruckner László. Egy helyzetecske volt Esmor hátra. Megyeri. Szóval a Sheffield United-től decemberi kölcsönjátékosként igazolt Ferencvároshoz. Rövid az a fejes! Ő mekkora átmentett Megyeri. Ki két ember között. Wedgbury hátra Megyerihez. Gulyics az, aki talán hátra fog majd lépni. Farkas és Balog. Sokadik versenyfutás és valószínűleg nem is az utolsó. Megyeri lábbal is nagyon ügyes Megyeri Balázs. Ez azért áthelyezések a Kaposvár játékában. Többször elmondtuk, rendkívül kultúrált focit játszik a csapat. Pest lövése Megyeri! De szép jelenet ez is! Morrison. Stanic rázta le magáról. Remek indítás! Megyeri! Húzódik előre. Tudjuk, hogy ő is, és Zahorec is nagyon veszélyes ezeknél a helyzeteknél. Megyeri. 40 méteres területen van minden mezőnyjátékos. Maróti, szép borítás. Farkas igazít. Farkas! Megyeri! Új, mekkorát védett Megyeri! Az igen. Egy megpattanó labdát ez a 19 éves fiú Megyeri Balázs. Itt változtat irányt a lövés, és vissza tud vetődni még. Parádés védés volt. Talán innen még jobban lehet látni. Bizonyám, nagyon nagy bravúr. Azt mondta Kakas László, a Ferencváros kapus edzője, ez is szenzációs kép. Gulyics megy befelé. Gulyics! Lesz ebből lövés, ott egy átadás Megyeri véd! Farkas fordulásból! Balog. Ferenci. Stanic szereli. Ez Megyerié. Újabb cseré alkothat. Gulyics. Gulyics befelé húz Megyeri. Nikolic. Ez a technikás jó cselező játékosoknak segít, és mekkorát véd közben Megyeri. Bravúrt bravúrra halmoz ez a fiatal ember. Nikolic megnézi a sarkot, és oda is rúgja. Még meg is csúszik a most már csúszós füvön. De Megyeri kitolja. Petárda numero 2. Majd megint jönnek a büntetések. Lapos labda Megyeri! Hát ez nem igaz! Mit védett lábbal? Hát az első félidőben csak a legnagyobb jelzőket lehetett bilintére használni, akkor ez a fiatalember mit művel itt a második félidőben? Szerencséje van Pert. Balog nem tudja átvenni, és Nikolic óriási helyzetben, Nikolic, Megyeri! Megyeri, Megyeri és Megyeri! Szenzációs, amit ez a fiú ma produkál!